Bizonyára ti is sokan jártatok már itt a Tiszatavon, azon belül is a kiskörei vízlépcsőnél. Ma én is ide látogattam, ahol megtudhatom azt, hogy egy vízügyi szakaszmérnök milyen sokrétű feladatot lát el. Tartsatok velem! Lőrinc, itt vagyunk az erőműnek a makettjénél, és én látok itt kapcsolókat. Azt gondolom, hogy ezen te meg tudod nekem mutatni, hogy ez a vízlépcső, ez tulajdonképpen hogyan is működik. Ez egy 1973-as modell, makett, és hát az a kuriózum benne, hogy akkor statikus állapotra csinálták meg, tehát nem mozgott rajta semmi. Uh-huh. És 2000-ben, amikor a Tiszató tereposztal is elkészült, akkor kértük a makettkészítőket, hogy ezt esetleg lehetne mozgóvá tenni, hogy a ide látogató gyerekek, felnőttek jobban megértsék a vízlépcső működését. Lényeg az, hogy a vízlépcsőnek a két részét, az erőművet, ahol a turbinák vannak és áramot termelnek, illetve a duzzasztó művet, ami lényegében a Tiszatónak a lelke, annak a működését mutatja be. Tehát a Tiszató vízszintartását mutatja, az árvizek átvezetését. Most ahol itt állunk, az a erőműnek az északi oldala, ugye? Tehát innen folyik rá magára az egész lépcsőre a víz, ugye? Pontosan. És akkor ez a része az erőmű, ez pedig a duzzasztó. Tökéletes. Így van. Tehát most a Tiszató felül látjuk a vízlépcsőt, hát víz nélkül. Igen, és mit kapcsolnak ezek a különböző kapcsolók? Hát ugye először is meg tudjuk mutatni a négy darab turbinából egynek a mozgását. Igen, ott. Gyakorlatilag az energiatermelés történik az erőműbe, négy darab turbina van, egyenként 140 köbméter vizet nyelnek másodpercenként, tehát amíg a Tiszán érkező vízhozam nem éri el és nem haladja meg az 560 köbmétert másodpercenként, addig minden vizet az erőmű négy turbináján vezetünk át. Értem. Viszont ha árad a folyó, vízgyűjtőre hullott csapadék miatt több víz érkezik, mint a vízerőműnek a maximális vízemésztő képessége, akkor megemeljük a duzzasztóműnek a elzáró tábláit, 24 méter széles nyílásról van szó, 8 méter magas benne a szegmens tábla, és a többlet vizet, amit már az erőmű nem tud átvinni, átbocsájtani, a többlet vizet a megemelt táblák alatt, a küszöb és a tábla alsó éle között vezetjük át. Ahogy árad a folyó, úgy folyamatosan emeljük a lezáró táblákat, mind az ötöt egyszerre, illetve egyszer elérünk egy olyan állapothoz, amikor az erőmű már leáll, már nincs meg a kellő hatásfok és a vízlépcső ahhoz, hogy áramot tudjanak teremelni. Ekkor már minden víz a szegmens táblák, a duzzasztómű nyílásain keresztül folyik, tehát egyszer elérünk egy olyan állapothoz, amikor a táblát teljesen kiemeljük, a felvíz az alvíz szinttel kiegyenlítődik, ez az úgynevezett árvízi üzemmód, szabad átfolyás. És ez addig tart, amíg az árhullám le nem vonul. Így zárom le így az van. Egészet, ugye? Felső átbukás, akkor nyitom ki ezt a felső panelt. Így van. Hát Lőrinc, ez nagyon érdekes így maketten, de én már nagyon-nagyon várom, hogy ezt megnézzük élőbe is a maga valójában, hogy ezek hogy működnek és hogy néznek ki. Hát menjünk ki akkor az üzemi hídra. Menjünk, szuper. Nézzük meg közelről. Itt vagyunk a Tiszató vízlépcsőjénél. Pontos ez a megállapítás? Majdnem. Egész pontosan a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Kisköréi Szakaszmérnökségén vagyunk, a Kisköréi vízlépcsőnél, amely hazánk legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, és lényegében a középső műtárgy része a Tiszató szíve-lelke, hiszen ez biztosítja a tónak a vízszintjét. Azt hallom és látom, hogy ott a kollégái dolgoznak. Milyen munkálatokat végeznek most?
Szerencsére folyamatban van a Kiskörei vízlépcsőnek egy nagy rekonstrukciója, ami 2018-ban kezdődött és jövőre fog befejeződni. Lényegében a duzzasztóműnek mind az öt nyílása, illetve a hajózsilip sorra kerül. Itt a betonkorróziós munkákat végzik el a szakcégek, illetve a hidraulikus rendszereket, a gépészeti berendezéseket és a villamos berendezéseket újítjuk föl, vagy cseréljük ki. Lényeg az, hogy egy akkora nagy rekonstrukció van folyamatban, több milliárd forintos beruházás, fejlesztés, felújítás, ami a következő 25-30 évre biztosítja a Kiskörei vízlépcsőnek a biztonságos üzemét, ezáltal a Tiszató vízkészletének a tárolását, tározását és annak a felhasználását kockázatmentesen fogjuk tudni biztosítani a vízfelhasználók felé, vagy a tavat használók részére. Nagyon jól rálátunk a vízlépcsőre, ha jól látom, akkor most nem működik. Működik, a vízlépcső az mindig működik, 1973-tól folyamatos üzemben van, valóban három része van, a vízerőmű négy nyílással, gyakorlatilag itt az uszadékmező alatt, illetve a vízszint alatt mintegy 15 méter mélységben van a turbináknak a elhelyezkedése, négy turbina van, most mind a négy üzemel, és hát mellette az öt nyílású duzzasztómű látható, amiből az egyes nyílás le van zárva, hiszen ott folyik most a rekonstrukciós munka. Tehát a másik négy nyílás pedig a szegmens táblái küszöbön vannak, úgymond zárt állapotban. Ez azt jelenti, hogy vízátvezetés a duzzasztóművön nem történik, csak a négy turbinán. A túloldalt pedig látható a hajózsilip, a betonmóló mögött. A hajózsilip a hajóforgalom lebonyolítására szolgál, de most olyan szerencsés időszakban vagyunk, hogy éppen a rekonstrukciós munka folyamatban van, tehát most nem vízzel telt zsilipkamrát látunk, hanem száraz körülmények között látjuk a zsilipkamrát, ahol egyébként, mikor üzemben van, a hajók átzsilipelnek. Nagyon remélem, hogy amikor majd itt átsétálunk a vízlépcső fölött, azért elmeséled majd nekem, hogy a szakaszmérnök az tulajdonképpen mit jelent és hogy mivel foglalkozik. Szívesen elmondom. Egy régi mesterség, egy régi szakma. Amit láttunk a maketten, az most itt van a maga valójában és nagyságában. Mesélj nekünk róla itt. A duzzasztóműnek öt nyílása van, most az egyes nyílás fölött vagyunk az üzemi hídon. Itt történik az a rekonstrukciós munka folyamat, amiben éppen az egyes nyílás van soron. Most éppen a betonfelületnek a korrózióvédelmi javítása van. Itt mögöttem látható a felújított daru. Ez a vízlépcsőnek egyik legfontosabb berendezése, hiszen a különböző munkákat ezzel a darúval szolgáljuk ki, hiszen sínpályán a vízlépcső teljes hosszába a darúval végig tudunk menni, és akármelyik nyílásban végre tudjuk hajtani a feladatokat. Most itt van ez a lépcső száraz állapotában, tehát most lelátunk egészen az aljára. Ez milyen mély így innen körülbelül? Mi most a szegmens táblának az alvízi oldalán állunk, tehát fölöttünk van a Tiszató, ugye a vízátvezetés nyilván most nincs, itt száraz munkakörülmények között dolgoznak. Itt most a vízmélység körülbelül 20 méter. Mi az a vízmennyiség, a legnagyobb kapacitás, amit át tud folyni mondjuk egy óra alatt? Hát köbméter per másodpercben szoktuk kifejezni az átfolyó vízmennyiséget. Amikor teljesen nyitva van és egy nagy árvíz van, akkor lényegében közel 4-3 ezertől több, 3500, maximum 4000 köbméter vízhozam folyik át itt egy másodperc alatt. Konkrétan itt, ami előttünk van? Hát az öt táblára szétosztva van körülbelül, így van. De akkor a Tiszató jelenlegi vízszintjénél 3 méterrel magasabb a tóban is a vízszint, illetve a folyón is, hát akkor olyan a Tiszató, mint egy feszített víztükrű medence, és itt pedig szabad átfolyás van, mintha a vízlépcső itt se lenne. Ez az árvízi üzemmód, és hát ezt már nem mi szoktuk vezényelni, nem Szent Péter. Mi csak kormányozzuk a vizet, hogy minél gyorsabban lefusson. Ez itt az ötös számú nyílás, ez már átesett a felújításon, és ez már most már
üzemel tulajdonképpen, rengeteg hordalékot, és ami még szomorúbb, szemetet látok itt a víz felszínén. Ugye az áradásoknak a természetes velejárója, hogy uszadékfát szállít a folyó. Ezt több ezer éve megteszi. Az nem annyira természetes, hogy PET-palackokat, fémhulladékokat, gumit, műanyag papucsokat, és még sorolhatnám, hogy mi mindent szállít. Most két eset van, amikor nagy az áradás, és teljesen ki kell emelni a szegmenstáblákat, szabad átfolyás lesz, kiegyenlítődik a felvíz az alvízzel, akkor sajnos ahogy akadálytalanul érkezik az uszadék és a hulladék, ugyanúgy akadálytalanul megy tovább, és sokszor a feladóhoz kerül, például ami román területről jön, az visszakerül a Fekete-tengerbe. Mert hogy akkor ilyenkor nem tudjátok megállítani. Nem tudjuk megállítani. Sem. Szerencsésebb az eset, amikor közepes árhullám érkezik, és nem kell teljes mértékben kiemelni a szegmenstáblát a vízből, hanem hát majdnem megszüntetjük a duzzasztást, de azért felvíz-alvíz szint között marad mondjuk még olyan 50 centi, 1 méter. Ekkor a felvízi oldalon, mivel a tábla még bizonyos mértékig a vízben van, az uszadék fölgyülemlik, összegyülekezik, kialakul egy hulladékmező, ami egyre növekszik, ahogy az áradás folyamatosan szállítja ide az uszadékfát és a kommunális hulladékot. Ez az, amit itt látunk. Igen, ez az a vegyes állapotban van, és hát majd ugyanilyen vegyes állapotba fogjuk kiszedni. Most éppen látjuk, hogy jönnek be a hajós munkatársaim. Á, ott, és akkor ők fogják ezt itt ki. Így van, hozzák be ezt a speciális úszó markológépet az uszállyal, és ki fogják szedni, és a parton pedig szétválogatjuk. Tehát lényeg az, hogy ennek a kiskorai vízlépcsőnek, ugye mi hazánk legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, nagy műtárgy kategóriában van. Ez is feladata, hogy a Tisza alsó szakaszát, hiszen alattunk még 403 kilométer, míg a Dunáig lehajóznánk, tehát sem a magyar és külföldi a vajdasági Tisza szakasz, sem pedig a Duna nem kap már ebből a hulladékból, amit itt megállítunk és kiszedünk. PET-palack, hűtőszekrény különböző elemei, dezodor, WC-deszka, papucs, mindenféle flakon. Ez nagyon-nagyon rosszul néz ki így, és ez nagyon szomorú. Mégis mennyi hulladékot szedtek ki egy évben körülbelül a Tiszából, és ez most, amit itt látunk, ez soknak számít, vagy kevés? Több ezer tonnát szedünk ki, most ez kevésnek számít, de csak egy nyílást látunk. Egyébként a többi nyílás előtt is van, és az erőmű előtti területen is van. Tehát ez most egy olyan közepes mennyiség még, ami hátra van. Minden évben több hónapig tartó munka. Többször említetted már azt a szót, hogy műtárgy. A vízlépcső az miért műtárgy? Hát igen, ugye eddig ahhoz voltunk szokva, ha múzeumban megyünk, akkor ott látunk különböző műtárgyakat. Igen, hát általában az építőiparban ebben van mélyépítés, vagy a vízgazdálkodási létesítmények építése, vízépítésnél. Műtárgynak nevezzük azokat az ember alkotta létesítményeket, amelyek a víz útját, annak levezetését szabályozzák. Kedves mesteremben nézők! Láttuk már a vízlépcső egyes szegmensét szárazon, láttuk az ötös szegmensét már üzem alatt, és melyik részt még nem láttuk? A műtárgynak még a harmadik részét nem láttuk, a hajózsilipet, amely a hajóforgalom lebonyolítására szolgál a Tiszató és az alsó folyószakasz között. Most ezt nézzük meg. A hajózsilipelés művészetébe Timkó György munkatársam fogja beavatni a kedves mesteremberek nézőit, aki 44 éve első munkahelyesként végzi ezt a feladatot. Ha jól tudom, te nagyon régóta itt dolgozol. Mióta is pontosan? Igen, 1977 óta, szakközépiskola elvégzése után kerültem a kötivízi kiskörei szakasz mérnökségére, mint fiatal gépész. Tehát a te feladatod a zsilip kezelése, ez itt a hajó zsilip, ha jól van. Tudom. Ide érkeztünk meg, ezt kezelette, ugye? Így van, pontosan. Látjuk, ez egy 85 méter hosszú, 12 méter szélességű hajó zsilip, ami ebbe a hasznos belterületbe befér, az a hajó gyakorlatilag átzsilipelhető. Úgy szoktuk mondani, hogy egy 1350 tonnás hajó átzsilipelésére alkalmas,
az körülbelül egy 83 méter hosszúságú és egy ilyen 91,5 méter szélességű hajó. Innen, ahol most állunk, körülbelül 14 méter mélyen van a zsilipkamrának a fenék lemeze. Tehát az, ami most itt alattunk van, így van. 14 méter. Most ezt üresen látjuk, mert a biztonságos működés érdekében időszakonként megfelelő karbantást és javítási munkálatokat el kell végezni. És jó, hogy mondtad a megfelelő karbantartási munkálatokat, mert itt van felettünk a teherdarú, és így most úgy látom, hogy itt valamit szállítanak. Ezek a zsákok, ezekben a zsákokban úgynevezett kvarcomok található, amit a fényfelületek szoktak felszórni, és a régi festékfelületet ezzel szokták eltávolítani az acélszerkezetekről. Mint láthatjuk, itt is a hajózsilipnek a felvízen is és az alvízen is elzáró szerkezetei vannak. Itt, amin most állunk, ezek az alvízi támkapuk. Ezek 13 méter magasak, és mivel a felvízi oldalon, az érkező vízi oldalon a kapunak a küszöb szintje az 4 méterrel magasabban van, mint az alvízié, ezért egy kisebb méreteket lehetett alkalmazni. Azok 7 méter 80 centi magas támkapuk, ezen amit állunk, ez itt 13 méter 30 centi. Azért az elég félelmetes, hogy ez a darú egy száras zsilip felett, egy darú felett. Igen, normális esetben tehát ebben a zsilipkamrában víz van, még akkor is, amikor a legkisebb víz volt itt Kiskörén, még akkor is egy 90 cm víz látható itt benne a zsilipben. Ilyenkor nagy felújításkor a felvízi oldalon is, és az alvízi oldalon is úgynevezett ideiglenes elzáró acélszerkezetekkel elzárják a zsilipkamrát magát, ki lehet szivattyúzni innen a bennmaradt vizet, és akkor minden alkatrésze látható. Lőrinc, ez a markoló itt most mit csinál? Most a manipulációs téren vagyunk, ide kerül. Manipulációs itt, tér? Manipulációs tér. Tehát itt manipuláljuk azt a hulladékhegyet, amit az úszókotrón partra rak az uszályból. Tehát vegyesen kerül partra az uszadékfa és közte a kommunális hulladék. Itt pedig a munkagép, mint látjuk, a nagyobb fáktól megszabadítja ezt a hatalmas kupacot, és így aztán az apró szorgos kezek majd hozzájutnak azokhoz a PET-palackokhoz, fémhulladékhoz, autógumikhoz és sok egyéb kommunális hulladékhoz, ami itt most éppen rejtve van az uszadék hegy alatt. Tehát ha jól értem, amit ott láttunk a vízlépcsőnél, hogy a kollégáit tisztították, igen, szedték ki a markolóval mindenféle szemetet, az itt kerül partra, és akkor innen válogatják szét, és itt hasznosul így újra van végre, és kerül ki a vízből, ami nagyon fontos. Így van, kikerül a vízből. Tehát az uszadékmező uszájonként kerül ide, egyszer csak majd el fog fogyni, és reméljük. Nem jön egy árhullám, ami még a ki nem szedett mennyiséget tovább növeli. Itt pedig gépi és kézi válogatással történik a szelektálás, így van. A nagyobb fákból tűzifa lesz, a hulladékból pedig majd újrahasznosításaként visszakerül a gazdaságba, hiszen nem csak kiszedjük a hulladékot, hanem fajtánként szedjük ki. Külön a fehér PET-palackot, külön a kéket, külön az egyéb színeset, külön a fémhulladékot, a gumit, és hát az egyéb kommunális hulladékot, mint például a műanyag papucs és sok minden más, hűtőszekrény, csomagolóanyag, szigetelőanyag, sok minden jön. Bicikliváz és stb. Így van. Úszós tégmaradvány, összetört csónak, váz. Megmondom stb. Őszintén, a munkádnak az egyik legszebb része számomra az ez, hogy ez a rengeteg szemét, ez ide kikerül, és megtisztul a víz. Hát azt szoktam mondani, hogy egyik szemem sír a másik nevet. Tehát akik Kiskörére jönnek és a vízlépcsőhöz megnézni ezt a legnagyobb vízgazdálkodási létesítményt, ugye nagy műtárgyat, hát azok rögtön azt kérdezik, hogy mi ez a szemét. És hát én egy kicsit akkor szégyellem magam, hogy ez a kép fogadja őket. De a másik szemem meg azért nevet, mert nem jut tovább Szolnok, Szeged és a Duna irányába. Valóban itt megfogjuk és ezt a mezőt eltávolítjuk és oda kerül, ahova való, tehát partra és egyéb hasznosításra, nem pedig a vízbe.
Ami felett most lógatom a lábamat, az egy hal lépcső. Lőrinc, nekem ez kicsit olyan fura. Miért kell a halaknak lépcső? Jó kérdés. Ilyen vízgazdálkodási folyami nagyműtárgyak, amik keresztbe elzárják a halak útját például, mint a kiskörei vízlépcső, vagy mások is. Ezeknél a műtárgyaknál hal zsilipet vagy hal lépcsőt is építenek. A vízlépcső megkerülésével biztosítja a halaknak az átjárhatóságot. 1371 méter hosszú, egy-egy bukónak egymástól való távolsága 20 méter, és maga a csatorna is 14-15 méter széles. És ezeknek a medencéknek az sorozata egymás alatt úgy helyezkedik el, mint egy lépcső sorozat. A medencék között mindössze 20-25 centi a vízszintkülönbség, tehát amikor a halak elkezdenek az alvízről, az alsó folyószakaszról beúszni a hallépcsőnek a torkolatába, mikor találkoznak az első bukóval, akkor ott csak 20 centit kell úgymond legyőzni, és már egy medencével följebb vannak. És ezt megismétlik még 37-szer, mert összesen 37 ilyen bukó van, és akkor végül is följutnak a Tiszatóba, vagy a Tiszatóból fordítva, ugyanezen az úton lefelé. Itt vagyunk az ablaknál, ahol megnézhetjük, hogy úsznak fel a halak. Hát itt volt egy hatalmas harcsa, be se fért az ablakba. És hát, ha visszajön. Most úgy jártunk, mint a egyszeri turista, hogy fölnézzük a keszeget, és alul jön a harcsa. Ott jön? Igen, folyami harcsa. Ez egy kisebb, de az előző nagyobb volt. Gyakran olyan méretűek vannak, hogy a 140 cm-es monitoring ablak hosszát is meghaladja. Itt is. Itt van például, ez egy busa, nem? Ez egy busa, igen, nagyon jól ismered. Lent pedig ugye a fejnék közelben átúszó halak vannak. Itt most busákat, kisebb méretű busákat és keszegeket látunk, lent pedig ugye két folyami harcsát is sikerült megpillantani. És pő, az a pöttyös, színes, pici? Pici keszeg. Ez egy pici keszeg. Igen. Ott pedig egy süllő jön. Itt egy süllő. Szoktak ilyen konfliktusok is lenni a ragadozó halak meg a békés halak között? Hát, előfordulhat itt az ablak másik oldalán. Van úgy, igen, hogy elcsípünk egy-egy csukát, aminek a szájában éppen van valami, mint a gólyának a réten. Tehát persze itt táplálkoznak a ragadozó halak. Tehát itt a 57 halfajból 41 már átúszott, és az első 25-nek itt látható a fényképe. Tehát ez a másik üres fal várja a többi halfajnak a fényképét és a leírását, mert a rendszeres halbiológusok által végzett monitoring vizsgálat már 41 átúszó halfajt mutatott ki. És büszkék vagyunk erre a létesítményre. Nem csak itt lehet megtekinteni, webkamerán folyamatosan figyelemmel lehet kísérni az éppen átúszó halakat. Lőrinc, most már láttuk a vízlépcsőt, láttuk a hallépcsőt. Kérlek, foglald össze, hogy tulajdonképpen a te hivatásod, a te munkád, a szakaszmérnök, a vízügyi szakaszmérnök, az tulajdonképpen micsoda és mi tartozik bele? Hát a vízügyi szakaszmérnökök, több mint 40-en vagyunk az országban, végül is az állami tulajdonban lévő vízgazdálkodási létesítmények, folyók, tavak, tározók és hát egyéb műtárgyaknak a fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését, és hát a védekezési munkákat irányítjuk, tehát az operatív irányítás, annak a felelőssége a területen az a miénk. Tehát például mi a kiskörei szakaszmérnökség is több mint 1100 négyzetkilométeren működünk, itt árvízvédelmi töltések vannak, három árapasztó tározó, maga a Tiszató a kiskörei vízlépcsővel, nagy öntözőrendszerek, mint a jássági, nagykunsági, tiszafüredi, rengeteg belvízcsatorna, szivattyútelep, hidrometeorológiai állomásaink vannak, tehát nagyon sokrétű a feladatunk. Rétű a feladatot. Így van. A te munkádnak tulajdonképpen a része az, hogy vagy ilyen szakmai ártalom pozitív értelemben, hogy horgászol? Ahogy elődöm mondta, és őt idézem, mikor kérdeztük, hogy mi a horgász itt ilyen körülmények között, és mondta, hogy igen, hogy telefonon. Hát ez azt jelenti, hogy nekem is nagyon sok barátom jön, aki itt horgászik, és hát gyakran a fogás egy részét én kapom meg. Én is szeretnék horgászni, majd remélem lesz is rá időm. Egyszer, ha nyugállományba megyek, már nagyon sokan bevállalták, hogy majd megtanítanak horgászni.
Úgyhogy, Lőrinc, én nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad a munkádat és a hivatásodat, és hogy ennyi minden csodálatos dolgot bemutattál itt nekünk. Nagyon szívesen, örülök ennek, megtiszteltetés az egész szakaszmérnöki garnitúrára, hiszen több száz évre tekint vissza ez a szakma, és hát a vízügyi múlt, a vízügyi történelem még a szívünk csücske sokunknak, azt is ápoljuk. A mi területünkön is nagyon sok olyan létesítmény van, ami a több száz évvel ezelőtti elődeink által megépített, és általunk most babuskatott, féltve őrzött kincsek. Nagyon szép munkád van, és köszönöm, hogy találkoztunk. Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor egy újabb, izgalmas mesterséget mutatunk meg nektek. Sziasztok!